Következő kísérlet a tej összetevőinek a kimutatásáról szól. Ugye a tejjel táplálkoznak a csecsemők, illetve a kis állatok, ezért természetesen, mert kizárólagosan ez az étrendjükben, ez egy természetes, hogy azokat az anyagokat, ami a szervezetnek szükséges, azokat a szerves anyagokat, azokat mind tartalmazzák, és olyan arányban, ami a mi szervezetünknek szükséges. Tehát tartalmaznak zsírokat, szénhidrátokat, ami itt jelen esetben a laktózt jelenti, tejcukrot, és hát tartalmaznak nagy mennyiségű fehérjét, hiszen ez a szervezetünknek nagyon nagy szüksége van rá. Három kimutatást fogok bemutatni. A zsírok kimutatása szudán három testükkel történik. A laktóz, mint redukáló cukor, a fényi próbát fogom használni. Itt a fényi próbánál az a lényege, hogy a redukáló cukrok olyan hidroxil csoportot tartalmaznak, amely a fényig egyben levő részszulfátot, ahol rész 2 található, rész 1 ionnál redukálják. A részszulfát, ahol rész 2 ion találunk, ez egy kékes színű, a rész 1 a részszulfátban pedig vörös színű. A fehérjék kimutatására a biuret reakciót fogom használni. A biuret reakciónak a lényege, hogy lúgos közegben részszulfát hatására lilás színű rész komplex keletkezik, nem is lilás, inkább egy ilyen ibolya színű elszínezetés. Tehát akkor először azt mutatnám ki, hogy a tejben található zsírok. Kincsőbe tejet becskendezek. Ez most nem mennyiségi kimutatás lesz, csak minőségi. Majd szudán három testéket, amelynek hatására a zsírok narancsába elszíneződést mutatnak. Lehet is itt jól látni, hogy a zsírok azok a tejnek a felszínen helyezkednek el, és ott történt ez a narancsába elszíneződés. A laktóz, mint redukáló cukornak a kimutatására, tehát még egyszer a fény próbát alkalmazom. Itt először is a kémcsővel félig egy oldatot teszek, ami részszulfát. Lehet látni a képszint, részszulfát jellegzetes színét. Ez annyi félig kettőt, hogy a kezdetben képződött csapadék, lehet látni, hogy még csapadék van, ez feloldott egy ilyen sötét képszínnel. Megrázom, még egy kicsit tehetünk. Ezután helyezzük bele a vizsgálandó teját. Összerázom, majd melegíteni fogom. Hát ha redukálta, akkor le kell következni a színváltásnak. Méghozzá egy szép vörös színt kell kapnunk. Ugye ez a rész 2 jön. Redukálni fogja a laktóz, ez egy diszaharid, egy redukáló cukor, vagy egy szabad glikozidos hidroxil csoportja, amely redukáló hatású. Először egy kicsit ilyen zöldes színt észlelünk. Cukrot, méghozzá redukáló cukrot. A harmadik kísérletünk a fehérjék kimutatása a biuret reakció.
Rugos közeget kell biztosítanunk egy 40%-os nátriumhidroxiddal. És hát, mint mondtam, a peptid kötések, amik ugye jellemzők a fehérjékre, azoknak a kimutatására, sőt, mennyiségi kimutatására is alkalmas ez a reakció, de én most csak mennyiségi kimutatást fogok végezni. És hát már is, úgy gondolom, egy-két csepp részlettől megkaptuk ezt a jellemzetes gibolyaszint. Hát összefoglalva, akkor a tej tartalmazza mind a három fontos szerves vegyületet, lipideket, ugye neutrális zsírokat, a laktózt,